Dr. Reisinger János ezúttal Pilinszki János nagyságáról beszél a költő halálának 40. évfordulóján. Száz éve született Pilinszki János 1921. novemberében beleborzongok, hogy száz év ilyen gyorsan eltelik, de 40 éve, hogy meghalt, 1981 májusában álltunk ott a Farkasréti temető előterében, hogy utolsó útjára kísérjük. Tehát ez is már 40 év, óriási idő. Hogyan is emlékeznék Pirinszki Jánosra, akinek élete utolsó négy évében én is tanúja voltam, személyesen is életének és költészetének, az akkor már elhalkuló, sőt el is némuló költészetének. Ő az a magyar költő, aki háromszor is elnémult életében az 50-es évek elején kényszerből, a 60-as évek közepén meggondolásból, és a 70-es évek végén mély megrázkódtatásból és szenvedésből. Költészete nem sok darabot görget magával, talán költsei az, aki nála kevesebbet írt, költsei mondjuk 150 versével, Pirinszki 250 versével kerül a magyar költészet élvonalába. Bizonyos szempontból uh, Pirinski olyan nagy újító a magyar költészetben, amit talán kevesen tudnak, mint egy Vörösmarty, mint egy Petőfi, mint egy Adé, mint egy József Attila, az biztos, hogy az első húsz magyar költő, de még az első tíz magyar költő között is ott jegyzik az ő nevét, már azok, akik megismerik életművét, és nem csak költészetét, hanem a költészetével szinte egyenrangú prózai írásait a gyász napjaiban alig felocsúdva attól, hogy elveszítettük, már is megjelentettük a szögés olaj címmel kiadott kötetet, itt van mellettem, amelyet én válogattam a 80-as évek elején, és aztán Jelenics István neve alatt jelent meg. Az én címváltozatom a sarokkő lett volna, ehhez képes lett a szögés olaj, de később aztán Törökendre kiadta a beszélgetéseit, ehhez is írhattam utószót, és aztán amikor rám a költészete reprezentatív részének, a leginkább eszenciális részének a kiadását, akkor én csöndés közelség címet adtam ennek, mert előttem ez a két szó foglalja össze leghívebben a költészetét, amit egyébként a Nyitás című versében alkalmaz, hogy mindenből csönd lesz és közelség. Pilinszki János, akit barátomnak mondhattam, hiszen 1977 és 81 között többször találkoztam vele. De hát persze nem azzal, hogy barátja legyek sem, azzal nem, hogy én a költészetét mennyire kedvelem. Egy nagyon konkrét dolog vezetett odáig, hogy mi találkoztunk ő a 60-as évek elején, egészen pontosan 1964-ben fedezte fel Párizsban Simon Weil életművét, én egy évtizeddel később, 1974-75 tájékán, és amikor már kezdtem fordítani is vei írásait, és Rónai Györgyhöz vittem ezeket, később a Vigília közölte is rendre őket, akkor vetődött fel annak a gondolata, hogy meg kellene jelentetni ezt a zsidó származású francia gondolkodót magyarul is és ezért fordultam török Endre professzorhoz, évfolyamtársam Bárdos Lászlóval együtt, hogy talán találkozni kellene Pirinszkivel, mert Pirinszkinél vannak fordítások, és egyáltalán ő a magyar vej kiadás tekintetében a legnagyobb segítőnk lehet. Persze Pirinszki akkor már hozzáférhetetlen volt. Egyrészt nagyon súlyos depressziója akadályozta abba, hogy új barátságokat kössön. Azért volt hozzáférhetetlen, mert sokszor napokig élt a hajós utcai kis szobájában, egy nagy ö, szerelmi ö, csalódásnak vagy kapcsolatnak a végén, az úgynevezett Jutta korszak végét érjük ekkor, szinte megközelíthetetlen volt. Török Endre azonban jól ismerte őt még a kortár szerkesztőségéből, és ő vállalkozott arra, hogy összehoz bennünket Bárdos László költő és évfolyam társamat és jó magamat Pirinszkivel. Visszaemlékezem erre az első találkozásra hideg szél fújtott az Erzsébet híd Pesti hídfőjén, ott kellett sétálgatnunk a taverna előtt, az egy, hát egy ilyen szuterén szerű vendégfogadó volt az egyetem közvetlen közelségében. Láttuk, hogy Török Endre megérkezik Pirinszki Jánossal, bemennek az éttermi részbe, és akkor kaptuk azt a felvilágosítást, mondta nekünk Török tanár hogy majd ha följövök a mélyből, és intek nektek, akkor ti is nyugodtan jöhetek. Egy 5-10 percet kellett várnunk, gondolom, hogy ott elhelyezkedtek és néhány személyes dolgot megbeszélhettek, és utána vonultunk le mi ketten a taverna pincébe, és ott mutatkozhattam belőször be Pirinszki Jánosnak. Annyira megilletődött voltam, hogy tényleg csak néhány gondolatára emlékszem, például ott fehér mésszel volt lefestve a tégla, Ebben a szuterénben, és akkor egyszer oda mutatott és azt mondta: a világ legnagyobb remekműje, ha belenne ide falazva és senki nem ismerné, akkor is remekmű lenne. Hát ugye ez egy ilyen régebben úgy mondják pul, polgárpukasztó, a mi pedig úgy mondanánk, hogy egy kicsit hermetikus kijelentés volt, csak a whitefülőek értik ezt, hogy hogy lenne akkor is a világ legnagyobb remek műje valami, amikor senki nem ismerné. Ebben benne volt Pirinszinek egész gondolkozásmódja, amit prózai írásaiban kifejezett, benne volt egész világszemlélete, hogy mi csak ne legyünk olyan nagyra, mi emberi műveinkkel, mert az emberi művek, hogyan is mondta Babics Mihály, egyik fő ihletője Pirinszkinek, mi kicsi minden emberi történés. Mi kicsi minden emberi történés. Milyen kicsinyek vagyunk mi emberek, de mégis mennyi mindent kifejezhetünk miből? Nem annyira az örömből, hanem a zihálásból, a kampó csöndjéből, ahogy ő mondta, a szenvedésből, a törődöttségből, a törődött készfejből, ahogy mondta az apokrívban. Számomra ez az első találkozás, szinte csak ennyit jegyeztem meg, mint fő gondolatot ebből a hasonlatból, amit mondott. Aztán hát rátértünk arra, hogy ki kellene adni Pirinsky híres ihletőjét, Simon weit, és Pilinszki nagyon haranyos volt, nagyon készséges volt, rögtön elmondta, hogy Törőcsi Marinál vannak a kéziratai, a fordításai, megadta nekem a címét, az elérhetőségét, bemehettem később a Nemzeti Színház öltözőjébe, és ott valóban megkaptam Törőcsi Maritól ezeket a Pilinszki által fordított szövegeket, és nekiállhattam egy magyar Simon kötet létrehozásának. Ez a kötet egyébként az előbb említett szögés olaj után a második kötet lett a Vigília könyvek sorozatában. Annak a kötetnek aztán ez lett a címe, hogy Ami személyes és Ami szent. A kötet eddig háromszor látott napvilágot, tehát először kiadta újra, a, illetve az első kiadás után újra a Vigéria kiadó, és harmadszor a Máltai Magyar Szeretett Szolgálat is megjelentette. Tehát engem Simon Weil, a közös ismerős, a közös francia ismerős, Vitt Pirinskyhez, utána telefonálhattam neki, hívott meg a lakására mehettem föl feleségemmel együtt is a lakására, beszélgetésre, és válthattunk néhány szót alaposan költészetről, világ, világról, egyáltalán a mostani életről. Emlékszem, amikor 1978 őszén megválasztották a lengyel pápát, akkor is föltette nekem a kérdés, hogy mit szólsz a lengyel pápához de egyéb más kérdéseire is emlékezhetem, például arra, hogy tulajdonképpen mit is tudunk mi az életünkben. Mikor jutunk mi igazi tudásra, meg mikor tudunk igazán. Gyermekkorunkban meg kellene halnunk, tudásunk csúcsán, alázatunk magasán, de mi tovább élünk, foltozgatva, toldozgatva a jóvá tehetetlent. Írja később, aztán egyik versében. Igen, ilyen kérdésekről beszélhettünk, aztán találkozhattam vele az Andrási úton, ahol hajadon főtt, szélben, sál nélkül megállíthattam, begombolhattam a kabátját, és figyelmeztethetem arra, hogy egy kicsit vigyázzon az egészségére. Később azután meghűlt, kórházba került, és akkor már csak a híreket hallhattuk róla. És a Kútvölgyi Kórházban rövid szenvedés után alig 60 évesen meg is halt, és az utolsó találkozás már ott a Farkasréti temetőben volt. De talán rosszul idézem fel ezeket a találkozásokat. Mert ahogy említettem önöknek, én Pirinszkével nem azért akartam találkozni, hogy megismerjem a költőt életében, talán még csak azért sem, hogy a Weil kötetet kiadjuk. Pirinszkével én már korábban találkoztam, és talán ezzel a találkozással kellett volna kezdenem, de most a mondandóm végére azért illeszthetem mégis ezt a legfőbb találkozást, mert én gimnazista koromban találkoztam először Pilinszkivel. Pontosan tudom, hogy mikor. 1971 húsvétja előtt, amikor a Vigíriának egy a Mosoni Plébánia templom sekrestjében véletlenül vagy szándékosan otthagyott számát föllapoztam, mentünk volna már haza minisztrálás után, és kinyitom a számot, 1971 per 4-es szám volt és ott találtam Pilinszkinek egy rövid, alig több, mint tíz soros versét, amely engem először megragadott, akkor én Babics Mihály költészetét ismertem behatóan, Babics kutató akartam lenni, de most itt láthattam, hogy van a mi korunknak, a mi hétköznapjainknak is egy újabb Babicsa. Én így tettem ezt a találkozást a helyemre az életben, már akkor 17 éves gimnazista fővel, és azóta tudom ezt a verset. Gondolják meg, 50 éve bennem él ez a vers. Én azt gondolom, hogy költőt az ismer meg igazán, az találkozik a költővel, aki nem személyesen találkozik, nem csak alkalmanként levéve a kötetét, hanem a nagy költőkkel, és főleg a nagy költeményekkel akkor találkozunk, amikor először, mint egy villámcsapás szerűen érint bennünket egy nagy költészet híradása, üzenete, és azt az üzenetet magunkkal hordozzuk, és 20, 30, 40, 50, 60 éves korunkban is ugyanúgy előhívhatjuk azt a verset. Mert én úgy gondolom, hogy verseket az ismer igazán, aki megjegyzi a verseket. Aki a szeretet érintésére, és persze ami a szeretettel egy, az igazság érintésére, vagy magába fogadja ezeket a verseket, a a, nem csak a lelkének, hanem az egész életének, sőt, sorsának a, a részesévé tudja tenni ezeket a verseket. És ez volt számomra ez az igénytelennek látszó kis vers, ami előtt. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünknek fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi majd egymást. Az atya, mint egy szálkát, visszaveszi a keresztet, és az angyalok, a mennynek állatai fölütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. És a hirtelen támad tülekedésben, sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Kedves nézőim, kedves hallgatóim, számomra ez a vers villámcsapásszerű jelenség volt, mintha villám ütött volna fejem bubjától a talapamig, végig az én egész életemen, sorsomon, gondolkodásomon. A jövőről nem sokat tudok. Hát ki tud sokat a jövőről? Mondják meg most önök itt 2021-ben. Önök mit tudnak nem jövendő évekről, évtizedekről, jövendő hetekről, hónapokról? Kérem, mondják meg, ha másnak nem önmaguknak vallják be, mit tudunk mi a jövőről? A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Egy viszont biztos előttem, hogy az egész földi létezésünknek lesz egy kiértékelése az egész földi létezésünk nem, nem, csak kilométerekben, nem csak órákban vagy években mérhető, hanem van a földi létezésünknek egy igazság magja, egy igazság adagja, hogy miért voltunk mi itt ezen a világon, mit kerestél a földön, mi kopott regéket, kérdezte Kosztolány is a hajnali részegségben. Az egy nagyon nagy vers, persze az egy, ez, ez, egy létszembesítő vers, de a mielőtt a maga kicsiség Rövidségében is döbbenetes módon fölér akár a hajnali részegség, vagy akár az apokrif magasába is. A jövőről nem sokat tudott, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra, mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. Mert mi az, ami az emberben a lényeges? Az, ami a valónk, a mostani állapotunk, vagy amivé szeretnénk lenni őszintén, kendőzetlenül, becsületesen, amivé szeretnénk válni, a valóság a legnagyobb bennünk, vagy a lehetőség. Sokszor el kell, hogy mondjuk ezt magunknak, hogy holnap több akarok lenni, mint ma vagyok. Vagy a jövőbeli életem jobb kell, hogy legyen, mint volt a mai, és a tegnapról el kell, hogy mondjam, hogy másként kellett volna, ahogy Tolstói mondja az Iván Illich halálában, Tolstoy, aki, aki Dostoyevsky mellett Pirinszkinek nagy kedvelt írója volt. Az a nap, az az óra, mezételenségünk fölmagasztalása lesz. Az igazság szeretet, a törekvés, a küzdelem, a, akár szenvedni tudás, ez a mi életünknek a lényege. A sokaságban senki se keresi majd egymást. Sokaság lesz ott, nagy sokaság, mert a látszatsal úgy látjuk, hogy léhűtő, becstelen emberek sokaságával együtt kell él, együtt élünk az életet, de kérem, ne ítélkezzenek a látszat, nagyon sokszor csal, és sok elsőkből lesznek utolsók, mint a sok utolsókból elsők. A sokaságban leszünk ott, akik igazságra vágytunk, őszintén, becsületesen akartunk élni. Nagy sokaság lesz, így mondja Ézsajás proféta, a tenger kincsözöne, a népek gazdagsága lesz ott. Az atya, mint egy szálkát visszaveszi a keresztet, hiszen Jézusnak nem kellett volna meghalnia, ha az első ember pár nem fordul el Istentől, és mi sem fordultunk volna el életünkben, nem kellett volna Jézusnak a földre jönnie keresztet, cipelni és meghalnia. Ezért egy új emberiség számára nem kell már kereszt, egy új emberiség számára nem kell majd szenvedésre, még csak emlékezni sem. És amikor az angyalok a mennyek állatai fölütik a világ utolsó lapját, akkor csak egy szó lesz mindenkinek az ajkán hogy szeretlek hogy nagyon szeretlek az életnek a létezésnek a létnek egy törvénye marad meg ami ma is csorbíthatatlan csak nem tűz mindig át ez a szeretet törvénye de ezt így kifejezni, hogy Pilinszki tette, senki a magyar költészetben sem előtte nem tette, gondolom utána sem. A Pilinszki vers, amelyről majd a másik visszaemlékezésemben szeretnék beszélni, ez egy rendkívüli vers típus, amit Pilinszki létrehozott. Szeretlek, nagyon szeretlek, és a döbbenetes kép, a vörösmarti nagyságát, az előszó, a vén cigány nagyságát idéző kép, a petőfi világosságotra ö, rímelő kép, a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Tülekedés, sírás, tenger, asztal, Pilinszki jellegzetes szavai végig megyek, talán még van egy kis rövid időm ezeken, hogy az egész élet végül is a sírásban foglalható össze. Az életünkben azért többet sírunk, ha nem külsőleg, de belsőleg. Többször panaszkodunk, többször érzünk bánatot, fájdalmat az egész életünk az, amit Mózes megírt a 90. Zsoltárban, hogy az életünk ideje 70 év, vagy ha feljebb 80 esztendő, és a nagyobb része nyomorúság és fáradtság, és gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Petőfi is a bánat költője volt, a merengés embere, de a bánat költője, és Pirinszki is ez volt. Sokan nem tudják, hogy talán a magyar költő közül nem is annyira Vörös nem is annyira József Attilára, Petőfire rímel a legtöbb nagy kifejezése, ima a tenger is. A tenger kint felszabadítja még utoljára ez a sírás, hogy aztán elmúljon örökké ez, ez a sírás, mielőtt asztalhoz ülnénk. Az asztal a mennyegzői asztal, hogy Jézus legalább három-négy példázatában elénk állítottól a menny és a föld találkozik. Gondolják, hogy 17 évesen ebből én még sokat tudtam? Nem tudtam sokat. Igen, elmondhatom önöknek, hogy nem tudtam sokat, de sok mindent megéreztem. És ahogy magammal vittem ezt a verset, vagy ha inkább így mondanám, a vers vitt magával engemet, aztán 30-40-50-60 évesen annál többet ismertem meg belőle. Egyszer Kuklai Antal, ez egy plébános ember, aki odament Pirinszkehez, és azt mondta, hogy ne haragudj, Jancsi, de én még ezt a versben ezt is látom. Te gondoltál erre? Pirinszke nem azt mondta, mint Arany János, hogy gondolta a fere. Én azt gondolom, hogy egy bölcsebb választ adott. Azt mondta, hogy nézd, én nem láttam a versemben ezt, de most te ezt megláttad, most már én is ezután ezen a szemüvegen keresztül szeretném látni a versemet. Én is így vagyok ezzel. Verset érteni, de érvényes üzenetet érteni csak azt tud, aki magával hordozza a verset, illetve a vers, a nagy vers magával hordoz bennünket. Hát így éltem én meg ezt a közel 70 évet Pininski versének társaságában, aztán persze sok magyar vers társaságában is, de mielőtt ami az első 5-10 megtanult versem közé tartozik felelthetetlen olvasmány élmény lett a számomra ott a Sekrestjében letettem a vigilia 1971/4-es számát hiszen nem én fizettem rá aztán hazamentem és előfizettem erre a folyóiratra is később rónai györgy mellett két évig lehettem segédszerkesztője is de Árgus szemekkel néztem és vártam, mikor jelenik meg Pilinszki kötet, és akkor megjelent a szálkák, megjelent a végkifejlet, megjelent a beszélgetések Sheryl Suttonnal, megjelent a kráter, és oly sok kötet megjelent, és ezeknek a köteteknek a végső súmáját szeretném én visszaadni önöknek emlékidézésem második részében, amelyben arra a kérdésre szeretnék válaszolni, most nem arra a kérdésre, hogy hogy ismertem meg Pirinszkit, hanem arra a kérdésre, hogy hogyan ismerhető fel a Pirinszki vers, miért rendkívüli tünemény költészetünk történetében a Pirinszki vers, vagyis egy szóval mit köszönhetünk mi Pirinszki János költészetének. Folytatása következik, de mára köszönöm a figyelmüket.